Lihi József ügyvéd a stúdióban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Emberölés, szexuális erőszak és kifosztás büntette miatt életfogytiglani fegyház büntetésre ítélte pénteken a bíróság Herr Szilvesztert. Ugye 2013-ban történt ez a brutális bűncselekmény szeptemberben. Soroksári futónőként híresült el ugye ez a bűncselekmény. Ön képviseli tulajdonképpen a vádlottat. Ugye ez, most azt el kell mondjuk, mint ahogy említettem is, hogy nem jogerős, és ez egy elsőfokú ítélet, de hogyha jól figyeltük a nyilatkozatokat, akkor mintha nem értenének egyet ezzel az ítélettel. Hát ugye a 8 év után nyilván itt volt az ideje annak, hogy a törvényszék állást foglaljon első fokon ebben az ügyben. És hát nyilván ugye a közvélemény is joggal várta ezt el, hiszen az elmúlt 10 esztendőnek az egyik legfelkavaróbb ügyéről van szó. Viszont ugye azt is látni kell, hogy nem véletlenül 8 év után történt itt a elsőfokú ítélkezés, és számos dilemma és számos kérdés az ítélet ellenére megválaszolatlan maradt, amelyet úgy gondolom, hogy azért majd a másodfokú eljárás során újra kellene, vagy újra lehet gondolni. Ugye az áldozat Gyuri Krisztina volt, az egész ország egyébként azóta is azon gondolkozik, hogy ezt a bűncselekményt hogyan követhette el maga az elkövető. Ugye az az elkövető, aki emlékeim szerint nem tett vallomást, ugye ő a börtönben volt már akkor, amikor a nyomozóhatóság rájött arra, hogy a helyszínen talált DNS minták is megegyeznek, sőt mi több, hogyha jól emlékszem, akkor az ő letétjében benne volt az a telefon, ami Gyuri Krisztináé volt. Akkor tulajdonképpen, most tudom, hogy persze a közvélemény mindig máshogy gondolkozik egy bűncselekmény jogi eljárásával kapcsolatban, de miért kérdés az, hogy ezt a bűncselekményt esetleg ő követte el, vagy sem? Hát elmondom. Ugye azt szokták mondani, hogy a bizonyítékoknak a királynője manapság a DNS. És itt tény és való, hogy az áldozatnak a ruhátlan holttestén számos helyen rajta van a vádlottnak a DNS biológiai nyoma. Meg hát a telefon is nála volt, így van. Igen. Na most a törvényszék ugye egyébként nem volt meglepetés számomra feltétlenül, de leegyszerűsítette, hogy a lehető leglogikusabb és legegyszerűbb variációra a felelőssége vonáskor ugye a tényállást. Akinek rajta van a DNS-e az áldozaton, annak kell, hogy közel legyen a gyilkossághoz. Csak hogy vannak itt más, ugyanilyen fajsúlyos bizonyítékok is, amelyek viszont több, mint elgondolkodtatóak. Hát például az, hogy az áldozatot holtában valaki megfordította a hátáról a hasára. Úgy kell elképzelni a dolgot, hogy 8:45 és 9 között történik este a gyilkosság. Már sötét van, szeptemberben éppen besötétedett. De éjszaka 3:45-2-kor találják meg ezt a holttestet, és a kettő között elmondják a szakértők hat orvos szakértő, minimum egy órát, de inkább több órát a hátán feküdt ugye a holttest. De ehhez képest ugye a hasán találják meg a helyszínszemle jegyzőkönyv szerint. Magyarul valaki hozzányúlt holtába ehhez a holttesthez, és erre adott megfelelő magyarázatot a vádlott akkor, amikor azt mondja, hogy ő volt az, aki a késő este folyamán ugye biciklivel tehát felfedezte ezt a holttestet, és tulajdonképpen bizonyos okoknál fogva, egyébként kifosztási okoknál fogva, hozzányúlt a holttesthez, forgatta, megfordította, és bizonyos testtájékokat ugye rajta megérintett, és ez a magyarázata annak, hogy rákerült a DNS-e a holttestre, anélkül, hogy a gyilkosságban ő részt vett volna. Ön a jogi képviselő, de azért engedtessék meg azért egy olyan kérdés, ami biztos nagyon sok embernek a fejében ilyenkor felmerül, meg hát természetesen a jogi eljárás során is, hogy ha nem tudom máshogy mondani, de hogyha ennyire egyszerű lenne, tudja ez a képlet, mint ahogy most a Herr Szilveszter ugye említi, akkor miért nem tett vallomást? Tehát miért nem mondta meg ezt az első pillanatban a jogi eljárás során?
a vállomástételnek ugye az időzítése egy minősített emberölés vonatkozásában, ahol egyébként minden DNS megállapítás ellene szól valakinek, akkor indokolt, amikor annak a szakértői tény megállapításait, meg az orvos szakértői tény megállapításokat az ember egyben látja. Ugyanis ugye ebben az ügyben volt még egy hatalmas nagy dilemma, és ez meg is maradt. Hát már a helyszíni szemlén jegyzőkönyvben ott van, hogy a azt végző nyomozók egyike másika leírja, hogy szinte kizártnak tartják, hogy ezen a helyszínen gyilkolták meg az áldozatot, hiszen ugye a helyszínen nincsenek ott meg azok a nyomok, amik egy utonálló és hát ugye konfliktusos gyilkosság vonatkozásában, meg hát ugye erőszaktevéses gyilkosság vonatkozásában ott kéne, hogy legyenek. Minden jel arra mutatott, első látásra szakavatott nyomozók szemében is, az mutatkozott meg, hogy arra a helyre oda vitték az áldozatot, tehát utóbb oda tették. Na most, ha viszont ez így van, már pedig számos más bizonyíték, ugye most minden részletben nem tudunk belemenni, azt mutatja, hogy sajnos inkább máshol ölték meg az áldozatot, mintsem azon a helyszínen, és inkább az a jóval valószínűbb, hogy oda vitték, akkor meg nem lehet a utonálló gyilkosságba gondolkodni, más milyen történetbe kell gondolkodni. Most még órákon keresztül tudna nyilván az eljáráson mesélni, van egy fontos része, ugye nyilván fellebbeztek. Igen. Miért? Hát a emberölés vonatkozásában, meg hát a szexuális erőszak vonatkozásában felmentésért. Egyébként nem is értem, hogy a szexuális erőszakban miért állapítottak meg bűnösséget, hiszen hát ugye a szakértők nem tudtak ilyen megállapítást tenni, sőt inkább megnyugtató lenne a hozzátartozók számára, hogy minden valószínűség szerint nyugodtan mondom, nem volt szexuális erőszak, lehet, hogy szándék volt. A kifosztásban nem fellebbeztünk, mert a kifosztás vonatkozásában valóban a mobiltelefonját elvitte az áldozat. Találkozni fogunk ezzel az ügyel kapcsolatban, és hogyha lesz fordulat, akkor természetesen várjuk ide vissza a stúdióba. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Is.